Két témával készültem, ha jön Szél Bernadett, akkor majd ezeket fogom felvetni. Jó reggelt kívánok, hisz itt van. Az egyik, hogy a hajléktalan kérdés valamiféle megoldás felé halad a Fidesz véleménye és Tarlós István állítása szerint. Kérdezem majd erről az LMP véleményét. A másik pedig a saját blogbejegyzésem, egy sokkal személyesebb kérdés, bár azt is a LMP társelnökeként jegyzi tulajdonképpen. Ott a Szociális Bizottság, a Parlamenti Szociális Bizottság üléséről kijöve dohogott arról, hogy mik az állapotok a gyerekszegénység ügyében. Ez a kettő tulajdonképpen össze is függ, mert egy társadalom állapotáról és a szegények élethelyzetéről és állapotáról beszélünk mind a két esetben. Csak hogy az egyik, mintha kezelhetőbb lenne a politika számára, az a hajléktalan kérdés, mert látszik, tehát ott fekszik a hajléktalan az aszfalton a fal mellett, zavar. A gyerekekkel meg nem tudunk mit kezdeni, mert a gyerekek élnek és éhesek a családban. Igazából itt, hogyha végignézzünk az elmúlt 23 éven, akkor tényleg azt látjuk, hogy egyik kormányzat sem tudta megállítani a szegénység újratermelődését. De egy kicsit vitatkoznom kell azzal, amit itt hallottam, mert igazából a gyermekszegénység kérdése is egy olyan lenne, amellyel viszonylag gyorsan tudnánk eredményt elérni. Én csak azt mondtam, hogy szemmel láthatóan nem tud mit kezdeni vele a politika, mert nem látszik annyira. Meg le is tagadják. Szóval az is közös ebben a kettőben, hogy van egyfajta ilyen eltagadása a mostani állapotoknak. Tehát világosan látszik például Tarlós Istvánnak a kommunikációjából is, amit a hajléktalanokkal kapcsolatban folytat, hogy ő arról beszél, hogy ő segíteni akarna ezeknek az embereknek, meg a fagyhalától félti őket, meg hogy az utca az nem megfelelő hely a számukra, és közben meg nem egy megoldást ad ezekre a problémákra, hanem gyakorlatilag úgy el akarja takarni. De van megoldás, ami egy hát persze, hogy van. Áthúzott vonalra mindent félrenek, ami volt korábban, és akkor itt van. Van ilyen? Persze, hogy van megoldás, sőt, amennyire így néztem, a szakmában eléggé konszenzusos az álláspont. Hát mi is ugyanazt mondjuk most már évek óta, még a 2010-es programunkat is megnéztem, és abban is megoldások szerepelnek. Tehát ugye szoktuk mondani a szociális bérlakás szektornak a bővítését, de hát azt is látjuk, hogy rengeteg üres lakásom most is, amiket hasznosítani lehetne kellene. Pont pénteken voltam egy konferencián, és ott is civilek felszólaltak, és mondták, hogy nem értik, hogy a politikusok miért nem foglalkoznak jobban ezzel a kérdéssel. Azon kívül ott van, hogy maga ugye sokat beszél Tarlós István is arról, hogy vannak a különböző szálláshelyek, ahol hajléktalanok meg tudják magukat húzni, de hát ezeknek is a fenntartása pénzbe került. Tehát akkor a kérdés az, hogy melyik éri meg jobban gyakorlatilag felépíteni egy szektort, vagy bevonni, tehát a bélakás szektort, vagy bevonni azokat a lakásokat, amik most üresen állnak, vagy pedig megpróbálni ideiglenes megoldásoknak, meg ilyen pótcselekvéseknek, mint amit most látunk a tömegével operálni. Becsei Miklós itt volt tennap. Szóba hoztam a bérlakás kérdést, és ő például ezzel nem ért egyet. Ő azt mondja, hogy nem a bérlakás lenne a megoldás, mert ezek az emberek nem tudnak fizetni, ha pedig berakják őket egy olyan helyiségbe, ahol semmi nincsen, tehát nincs semmiféle komfortfokozat, és ott élnek 80-11 egy luknyi helyiségben, az ugyanúgy nem oldja meg az életüket, és ugyanolyan kilátástalanul élnek tovább. Én is beszéltem szakemberekkel, és felhívták rá a figyelmemet, hogy a hajléktalan emberek, mint csoport, nagyon sokféle emberből áll össze. Tehát van olyan, aki tényleg már annyira mély válságban van, tehát különböző betegségektől szenved, és különböző szociális beilleszkedési zavarai vannak, hogy nagyon komoly rehabilitációt igényelne. De hát pont ez a lényeg, hogy ezt a rehabilitációt egy 21. századi Magyarországon meg kellene számoltak? Kapnia. Tehát azzal és szemben, amire most megy a pénz majd, mert hát nyilván az is pénzbe kerül, hogy ellenőrizzék, hogy a hajléktalanok hova húzódnak, és kvázi hova menekülnek a városból. Az azt hiszem, ez mennyibe kerülne, amiről önök beszélnek? Na most ezt az ellenőrzést én pontosan nem tudom, hogy fog menni. Kérdezgettem, hogy erről mik a tapasztalatok, és azt hallottam, hogy ha már fél órát valaki mondjuk ott leteszi a kis kartonpapírjait, és ott leül, és fél óra után már elküldik, és akkor ez általában többször megismétlődik, és a harmadik után már úgy általában nem jön vissza az illető. Tehát én igazából azt sem tudom, hogy Tarlós István hogy képzeli el, vagy a kerületek hogy képzelik el azt, hogy magát ezt a rendeletet betartatják, úgyhogy innentől kezdve nem tudom megmondani, hogy ez mennyibe fog kerülni. Viszont azt tudom, hogy úgy biztos nem lehet ezt az országot kihúzni a kátyúból, hogy folyamatosan vonunk ki a szociális szektorból, és közben meg úgymond eltüntetjük a nyomokat az emberek. Az önök elképzelése, az mennyibe kerülne? A mi elképzelésünk azt szerintem egy pár tízmilliárd forintból megoldható, amennyire itt beszéltünk erről a kérdésről. Ugye arról is vita van, és azért ez egy fontos pont, hogy hány hajléktalan emberről beszélünk. Ugye hallottunk 10 000-ről, 20 000-ről, 30 000-ről. A 10 000-et az Budapestre mondják, ugye, és ez nem csak budapesti kérdés. Igen, csak de hajlamosak vagyunk elfelejteni. De ebben is azt mondják, hogy Budapestre koncentrálódik a probléma, de akkor is itt többféle szenárió van arra vonatkozóan, hogy hány emberről is beszélünk. És arra vonatkozóan is látni kell, hogy azért nagyon komoly különbségek vannak, hogy milyen mértékű rehabilitáció kell, vagy egyáltalán
kell-e rehabilitáció, vagy csak mondjuk munka kellene, idézőjelbe persze a csakot. És akkor itt jutottunk egy olyan kérdéshez, hogy ez is egy ilyen fő probléma, hogy a szegénység ugye azért is termelődik újra, mert ezek a munkahelyek, amiket megígértek, és amikre olyan kínzóan hiányoznak az ország számára, ezek a mai napig nem állnak rendelkezésre, és itt is egy pótcselekvés van, ugye a közmunkaprogram, amiről én elég sokat szoktam beszélni, főleg annak a visszásságairól. Tehát ami aggasztó ebben a mostani helyzetben, hogy nem a valós megoldások irányába mennek, sőt a retorikában, ahogy beszélnek róla, még meg se merik vallani a nagy közönség számára sem, hogy mennyire eltávolodtak kormányzati szinten attól a cselekvési tértől, ahol érdemben meg lehetne avatkozni ebbe a problémába. Ez annyiból hasonló mégiscsak a gyerekszegénység kérdéséhez, hogy ugye arra is azt mondják, hogy ez pénzkérdés lenne, tehát ha máshogy nem, akkor az ellátórendszernek kellene gondoskodni arról, hogy éhező gyerek ne legyen ebben az országban. De hát közben meg alapítványokra van rádöcsölve ez a feladat, akik az emberek meg a cégek jóságának vannak kitéve, hogy meddig tudnak nyújtózkodni. Erről is beszélgettünk itt az elmúlt napokban ebben a műsorban, és ők 20 000 konkrétan éhező gyerekről tudnak az országban, akikről tudnak. Tehát nem lenne olyan nehéz feltérképezni azt, hogy hol és kinek kell segíteni. Miért nem? Na most a helyzet az, hogy én például a nyarat ugye azzal töltöttem egy részt, hogy ezt a szociális terjedkeztetést próbáltam így megvizsgálni, ami azért most már kormányok óta egy elég válságos állapotban van, mert hogy pontosan a forráshiány meg a pályázati rendszerek a sajátosságai miatt egész egyszerűen ki kell mondanunk azt, hogy a rászoruló gyermekek 4/5 nyaranta nem kap enni egy tál meleg ételt abból a programból, ami arra lenne hivatott, hogy nyaranta egy gyerek se éhezzen ebben az országban. És folyamatosan adom be a törvényjavaslatokat, meg felszólalok, és valahogy egy teljes, mindenki elfordítja a szemét ettől a problémától. Nagyon jól mutatja a példát, hogy egyszer tartottam egy sajtótájékoztatót, utána a Selmeci Gabriella kiadott egy közleményt, és kijelentette, hogy így is mennyivel többet adnak, mint a szocialisták. A szocialisták meg kiadtak egy közleményt, hogy de nem, mert pontosan ugyanannyit. De a helyzet ugyanaz, hogy most már kormányok óta úgy van a rendszer kalibrálva, hogy gyakorlatilag nyaranta a gyermekek 4/5 de nem kapja meg az egy tábelegétet. Ehhez képest bemegy a szociális bizottság üléséről, a kormánypárti képviselők azt mondják, hogy a gyerekszegénységi adatok rendben vannak, azok nem romlanak, stabilak. Aminek önmagában sem örülhetnénk, mert javulniuk kellene ennek az adatsornak, de hát ehhez képest minden adat azt mondja, hogy ez nem igaz. Hát, sőt, ráadásul hoznak olyan példákat, ami számomra egy felfoghatatlan, ami a saját választókerületükből származik, és kvázi abból próbálnak általánosítani az egész országra, holott ha valahol vannak területi különbségek, hát a Magyarország az tipikusan ilyen, és a gyermekszegénységben is ez látszódik. Másrészt meg ugye az alap összefüggés sem értik meg, vagy nem akarják megérteni, hogyha a szülőt büntetem, akkor a gyermeket is büntetem. Tehát ad abszurdum, itt is van egy csomó olyan kormányzati intézkedés, ami a gyermek életére jelentős kihatással van, például ugye a közmunka elvétele abban az esetben, ha nincs rendben a hátsó kiskert. Na most nem is én, hanem... Erre tudunk már példát, hogy előfordult valakivel ilyen? Én még nem hallottam róla. Ez egy rendelet, de hát ettől még... Fenyítése mindenképpen alkalmas, és várom majd a jelentkezéseket ezzel kapcsolatban, ki mit tapasztal, de fideszes volt az, aki megkérdezte, hogy jó, akkor elvesszük tehát nincs segély, nincsen ellátás, közmunkát elvesszük, de akkor mit adnak enni a gyermeknek? Tehát, hogy igen, szóval, hogy ezekre nincsen válasz, hogyha egy család teljesen jövedelem nélkül marad, mert mondjuk így akarjuk rendszabályozni. Na de ott ültek a bizottsági ülésen, a fideszes ezt megkérdezte, a másik fideszes mit mondott erre? Most, most nem akarja nevesíteni. Ilyenkor szeretek kitérni a válaszadás elől, meg jönnek ezek a... Szóval a Fidesz egy csomószor úgy működik, hogy vannak ezek a panelek, amiket így biztos így megtanulnak valahol. De egymás között és ezeket, is így működik? Hát a Szociális Bizottságban azért nem csak egymás között vannak, tehát ott azért vannak ellenzékiek is. És másrészt meg, hogyha például nekem ilyen törvényjavaslataim vannak, amikor látom rajtuk, hogy így a szemükön látom, hogy tudják, hogy igazam van, akkor például nemmel szavaznak, nem tartózkodnak, és azért tartózkodnak, mert ugye úgy gondolják, hogy az ő kormányzati intézkedéseik azok jó irányba fogják vinni a dolgot, és hogy értsen már végre meg, hogy ők munkaalapú társadalmat, és nem mindenféle ilyen... És családbarát kormány. Így van. Tehát ezeket a szlogeneket kapom vissza, és hát valóban a blogomon szoktam ezeket kiírni, mert amúgy a bizottsági üléseknek nincsen nagy látogatottsága, ugye nincsen bekamerázva, vannak jegyzőkönyvek, de azokat nem mindenki olvassa, és azért érdekes dolgok történnek ezeken a bizottsági üléseken sokszor. Hát most mesélt egy kicsit, köszönöm szépen. Én is köszönöm.